Marosvásárhelyen is elrajtolt a népszámlálás első szakasza. A helyi önkormányzat 9 összeírópontot alakított ki. Ide várják mindazokat, akik valamilyen technikai problémába ütköznek a kitöltés során. Az első hétre el is készült az összeírópontok órarendje, de amennyiben szükséges, változtatni fognak akár a helyszínek, akár a nyitvatartás vonatkozásában. Ma reggel 9 települési összeírópont nyílt meg Marosvásárhelyen, melyekre olyan helyi lakosokat várnak, akiknek szükségük van segítségre a népszámlálásra összeállított kérdőív kitöltésében. Azoknak, akiknek nincs megfelelő eszközük, vagy nehezebben boldogulnak az internet kérdőívek világában, a számlálóbiztosok segítségét kérhetik a 9 összeíróponton. A számlálóbiztosok senki helyett nem töltik ki a kérdőívet, hanem segítenek a válaszadásban, jegyezte meg Gáspár Botond, a marosvásárhelyi népszámlálás koordinátora. Ha kérdéseik vannak, elkezdik kitölteni a nevük, nem gond. A lakcím nem gond. Ha már ott is kérdések merülnek fel, nem a személyi azonosságiba szereplő lakcím szerint kell bejelentkezni, vagy kitölteni, hanem ahol konkrétan laknak. Ha ezek közül valamelyik kérdés a kérdőívben kihívást jelent, nem tudják pontosan a választ, nem pötyögnek elég gyorsan a egyéb internetes, online felületen történő kihívással szembesülnek, főként az idősek, akkor forduljanak a jelenleg 9 ponthoz. Az irodák a népszámlálás első hetén hétfőtől vasárnapig 8-12 és 16-20 óra között tartanak nyitva. A 9 összeírópont között lesznek állandó helyszínek, amelyek a 2 hónap során folyamatosan működni fognak, és lesznek olyanok, amelyek időszakosan fognak üzemelni. Ezeket egy bizonyos időszak után bezárják, és helyettük más helyen nyitnak központot. Erről az első heti látogatás során döntenek majd, számolt be a sajtó képviselőinek Portik Vilmos, Marosvásárhely alpolgármestere. De további alkalmas helyszínek azonosításán is dolgoznak. Készült egy honlap, recenszemund.turgumures.ro címen, ez a városnak a domainnevének egy aldoménneve. Gyakorlatilag ezen egy egyszerűsített honlapon a legfontosabb információkat érhetik el a marosvásárhelyiek, hol működnek ilyen központok, hol fognak nyitni, illetve néhány gyakran ismételt kérdésre is kaphatnak választ. Marosvásárhelyen az egyéni kitöltésre szánt időszakban 14 számlálóbiztos tevékenykedik a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal által a város különböző pontjain kialakított helyszíneken. Ezen számlálóbiztosok a statisztikai hivatal által kiválasztott személyek. A városi alkalmazottak külön nem foglalkoznak a népszámlálással, hiszen erre külön recenzorokat alkalmaznak, összesen 14 szemét, amiben nekünk is szerepünk van, hiszen jelölhetünk. Ezeknek elsősorban az lesz a feladata, hogy segítsék első körben az online népszámlálást, tehát hogy aki az önkitöltés módszerét választja, azt tudjon segítséget kapni, és hát mindenkit biztatunk, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Azok a személyek, akik március 14-e és május 15-e között nem élnek az online kérdőív kitöltésének lehetőségével, azokat a lakásukban keresik majd fel a népszámláló biztosok, és hagyományos módon felveszik adataikat. Erre a második szakaszában május 16 és július 17-e között kerül sor. Ebben az időszakban Marosvásárhelyen 121 biztosra lesz szükség. Az ő toborzásukra március második felében kerül sor. A polgármesteri hivatal a kommunikációs csatornáin teszi közzé a felhívást.